Na, sziasztok! Én mi vagyok, és itt vagyunk a Szent Bemutató videó első részébe, ahol ezt a LEGO Classic 10.707-et fogom bemutatni. Ilyen 4 és 99 éves karég. Ahogy lehet tudni, ez egy piros rózsaszín építőkockából áll, de néha megakad egy zöld, egy fehér, egy fekete. Meg barna. Na mindegy. Kezdjük is be. Ez itt a szélmalom, ami könnyű volt megépíteni. És ez ilyen útmutató is jár hozzá, csak az fiókon mélyében van. Itt van egy malomlapát, és a kereknek a lapátja, ami opció, kiesik a kezemből. Lapátja itt forog. Aztán itt a rózsaszín, világos rózsaszín és ilyen pink. Meg van egy ablaküveg. És lehet mutatni hátul. Ez ilyen díszítő elemnek fog szolgálni a Brickworld részekben. Főleg a repteres jeleneteknél. Na mindegy, a következő Formula 1-es kocsi, ami a LEGO Brick World 36. részéből láttátok, ami jó vagány autó. Ez az egér autója egyébként, ezt szokta vezetni, és 37. rész elején, most 36. rész végén kigyullad, és elején fognak jönni a tűzoltók. Ugye ez egy jó járgány. Nem, ez egy LEGO Forma 1 kocsi. Következő, itt van a rák, ami zöld elem volt, vagy a világos zöld elem volt. Mit keresne egy ráka? Azt kikaptam, ilyen LEGO szemek is tartalmaz, ilyesmi. Hát, ez egy gyönyörűség. Na és itt van a doboz. Ez ilyen 4 éves kortól, ilyen 99 éves korig. Képzeljétek el! Öregedtek koromba is fogtok legúzni 99 évesen, hogy ilyen legó elem. És ilyen egyben az egy. Mi a fenének vége? Itt van a leírás. Na, megfordítom a dobozt. És itt van, itt lehet rakni a rákot. Hogy néz ki? És itt a további termékek. Zöld. Ilyesmi további termékek. Hogy mi van. És ilyesmik vannak még. Hát. És itt is tartom. Itt van, hogy milyen ötletek a dobozba. Na. Ja, egyébként itt is van a további termékek, hogy van sárga, zöld, meg kék. Szerintem ennyi is volt máma ez a set bemutató videó, úgyhogy ha tetszett, iratkozzatok fel, lájkolj, nem ahogy diszlájkold. Hát, de lehet lesz következő szemmutató, de nem tudom mikor. Úgyhogy, sziasztok!